A Malomtó szélen rendezett találkozón az angyalföldiek szereztek vezetést, amikor a 63. percben Balajti jó paszt kapott csapattársától, majd elgurította a labdát Mursics mellett. A 87. percben Kárász harcolt ki egy büntetőt, amit Olasz értékesített is, 1-1-re alakítva ezzel az állást. A 89. percben azonban jött a válasz, Birtalan megszerezte a vendégek győztes találatát. Az előző szezonban elért 9. helyjel eddigi legjobb eredményét érte el a CBS-e az egycsoportos MB2-ben. Most azonban 3 szezon után búcsúzik a másodosztálytól.